Az Alexandra Trauner Filmfesztivál harmadik napján vagyunk itt a szolnoki Tiszamoziban, és egy igen illusztris vendéget is köszöntetek itt a Tiszamozi kávézójában, nem tud Géza rendező ül mellettem. Szervusz, mi szél hozott most Szolnokra erre a filmfesztiválra? Köszönöm szépen. Olyan szél, ami ilyenkor mindig ide küld, vagy ide sodor. Most már nem is tudom, legalább 10. éve vagyok mindig itt, amikor a Trauner Fesztivál van. Illetve ez alatt az idő alatt vált Trauner Fesztivállá. Korábban ugye egyik évben képzőnszeti, másik évben pedig a tudományos filmeknek a seregszemléje volt itt. Ez Magyarországnak a legrégebbi filmfesztiválja. És ez alatt az elmúlt 10 év alatt talált igazi arculatra, igazi karakterre, igazi unikális jellegzetességre ez a fesztivál, hogy ugyanis ez a tudomásom szerint a világon talán az egyetlen olyan fesztivál, amelyik a fókuszába a látványtervezést, a látványtervező művészek munkáit teszi. És azért vagyok itt, mert nagyon szeretek itt lenni, és olyan szerencsés vagyok, hogy a szervezők, vagy a házigazdák is szívesen veszik, hogy itt vagyok. István, Demeter István, Eszter, illetve a fesztiválgazgató Éva nagyon jó barátaim, és sokat találkozunk évközben is, amikor beszélünk arról, hogy esetleg a következő évben mit lehetne máshogy csinálni, milyen új tendenciák vannak, milyen új technológiák vannak, kik azok az alkotók, akik a nemzetközi porondon nagyon izgalmasnak tűnnek, feltűnnek, kik azokat, akiket érdemes lenne mesterkurzusra meghívni. Úgyhogy egy nagyon, nagyon, nagyon szép és komoly szakmai barátság, ami hát már több azért ez egy emberi barátság, és ilyen formán vendégként is jelen vagyok, de van azért feladatom is. Lesz a művészképzésről egy kerekasztal beszélgetés, arra kaptam meghívást, illetve a fesztivál versenyprogramjával szerepel az egyik kis filmem is, aminek az a cím, hogy Matches. Hát ha már verseny, akkor nem tudom nyilván kihagyni, én sem ezer meg egyszer beszélhettél már róla, meg ezer meg egyen kérdezhették, de hát milyen érzés Oscar-díj jelölt animációs rövidfilmet létrehozni, egy olyan filmmel kiállni, amit jelöltek a legnagyobb díjra? Ugye ez tulajdonképpen nekünk a szakmánknak két realitása van. Az egyik, amikor a közönségnek, a nagy közönségnek gyártunk gyerekfilmet, internetes produkciót, reklámfilmet, stb. Olyan szerencsésen alakult az életem, hogy ebből is ki tudom venni a részem. A KED animációs stúdióban elég régóta készítünk főként gyerekfilmeket. A közönség talán leginkább a Babócát, Bogyós Babócát, vagy a Kuflikat, legkisebbek a Dúdolót ismerhetik. Több nemzetközi sikeres gyereksorozatnak csináltuk a magyar változatát, ilyen például a Pokolyó. És akkor emellett a másik, amikor nem a nagy közönséghez eljutni esélyes filmek készülnek, hanem inkább a féle, hogy mondjam, szakmai csúcs teljesítménynek szánt produkciók, amivel időről időre megmérjük magunkat a nemzetközi fórumokon, a fesztiválokon, hogy mit gondol rólunk a szakma. Ezek a fesztiválok. Ez azért, most ennek a praktikus részét nézem, azért jó olykor-olykor ilyen filmekkel is előrukkolni, mert egy folyamatos visszajelzést tud kapni az ember, hogy körülbelül hol áll. És akkor a fesztivál díjak tulajdonképpen erre jók, legyen az akár a Trauner Filmfesztiválon egy díj, vagy egy nomináció, vagy Los Angelesben, vagy Cannes-ban, Berlinben. Ennek van egy nagyon, nagyon reális hierarchiája, hogy melyik fesztivál az, ami rangosabbnak, és melyik az, ami kevésbé rangosnak számít. Ebből a szempontból is, hogy Szolnokról is beszéljek, azt gondolom, hogy a Trauner Fesztiválnak a szakmai rangja egyre magasabban van. Tehát szerintem minden ok megvan arra, hogy Szolnok büszke legyen erre a fesztiválra. Egy kicsit az utánpótlásról is beszélünk, ennek a szakmának az utánpótlásáról. Most itt rengeteg, ha körbenézek, rengeteg diákot is lehet látni. Mennyire vonzó ez a szakma? A látványtervező szakma, vagy pedig a filmes szakma? A filmes szakma teljesében. Hát ugye a filmes szakma az egy rendkívül összetett dolog. Nagyon-nagyon
szegmentált. Szerintem elég, hogyha mindenki arra gondol, hogyha ha lemegy a film, és esetleg még a sötét, annyira jó volt a film, hogy még nem ugrik fel azonnal és hagyja el a mozit, hanem ott marad, akkor ugye a filmek kötelező tartozéka, tehát muszáj, hogy az utolsó kockáig vetítésre kerüljön. Hát lehet, hogy még 3-4-5 percig csak jönnek a nevek. És azt látom, hogy itt Magyarországon ebben a tekintetben az utóbbi időben történt előrelépés, hogy sokan tudják már egészen fiatal korban, hogy ők ebből a stáblistából mik szeretnének lenni. És hát vonzó természetesen, hát filmet csinálni, létrehozni valamit, ami most még nincs, és esélye lehet arra, hogy mondjuk 3 év múlva evidensen legyen, és úgy megkerülhetetlenül legyen, beszéljenek róla az emberek. Hát ez majdnem a teremtéssel rokon érzés, mindenképpen egy nagyszerű dolog. Nem mindig lesz minden film megkerülhetetlenül közbeszéd tárgya, van, ami alig jut el közönséghez, de vannak ilyen létrejövés pillanatok, és ezekben részt venni nagy öröm, függetlenül attól, hogy valaki író, rendező, díszlettervező, látványtervező vagy fókuszpuller, a stáblista minden egyes tagja azt gondolom, hogy magáinak tekinti, hát főleg ezért vonzó, és hát valóban elég sok olyan műhely van, egyetemek, különböző képzési helyszínek, ahol magas szinten képzik ezeket a szakembereket és művészeket. Végezetül te a hallgatókat mivel tudod motiválni? Szükség van egyáltalán számukra motivációra? Vagy annyira elhivatottak, akik ezt választják, hogy igazából erre nem is, nincs is nagyon szükség? Hát, nekem az első számú hivatásom, bár sok filmet, meg színházi munkát csinálok, a tanárság, és szerettek is, vagy szeretnék is jó tanár lenni, és egyre jobb tanár lenni. A motivációs kérdésről abban azt hiszem, hogy megegyezik a pedagógia, vagy a pszichológia, hogy a legerősebb ugye az úgynevezett intrinzik, tehát belső motiváció. Egy tanár akkor végzi jól a munkáját, hogyha a hallgatók motiválásában el tudja érni, hogy a motiválás belsővé váljon. Ennek megvannak a szakmai, már pedagógiai szakmai fogásai, de azért azt látom, hogy ebben a tekintetben elég jó a hozott anyag. Tehát például, ahol én korábban, most legutóbb nagyon sokáig dolgoztam, a Színház és Filmművészet Egyetem, korábban a Moholy Nagy Művészet Egyetem, ezek abban közösek, hogy ugye nagy a felvételi túljelentkezés, tehát eleve nagyon akarni kell ott tanulni, nagyon pontosan kell tudni, hogy az ember mit akar abban a néhány szemeszterben, néhány évben, amelyet ott tölthet. Tehát alapvetően azt látom a kérdésre konkrét válaszul, hogy a hallgatók nagy többségében nagyon erős belső motivációval rendelkeznek. Közben elindult egy film az Álteremben, egy észt film, amit ha jól tudok, meg is szeretnél nézni, úgyhogy én el is engednélek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézők, ne feledjék el, hogy az Alexander Trauner Filmfesztivál egészen szombat estig tart. Kövessék a weboldalon ezt a fesztivált, ahol önök is válogathatnak, ha nem biztos, hogy észt, de valamilyen más nemzetiségű filmből is érdemes lesz még ellátogatni szombatig, tehát filmfesztivál.